A szocialisták szerint idejét múlt őket kérdezni Simon Gábor vagyonának eredetéről. Erről az MSZP szóvivője beszélt ma, aki azt mondta, ők lezárták az ügyet, a sajtó ezentúl magát a politikust keresse. Simon Gáborról a héten derült ki, hogy egy osztrák bankban 240 millió forintnyi dollárt és eurót tart, és erről nem számolt be vagyonnyilatkozatában. Simon tegnap lemondott képviselői mandátumáról, minden pártiségéről és kilépett az MSZP-ből. Világosban mentek, sötétben végeztek. Simon Gáborról és az ausztriai számláján tartott 100 milliókról tanácskoztak tegnap délután a párt vezetői. Simon Gábort hiába várták az újságírók. Nyilatkozat helyett közleményt adott ki, amelyben azt írta, idézem, jóhiszeműen hibáztam, amikor a vagyonnyilatkozatomat nem kellő alapossággal töltöttem ki. Állítása szerint a pénzzel el tud számolni, és eredetének semmilyen közéleti politikai aspektusa nincs. Ezt mondta a pártelnöknek is, akivel tegnap külön találkozott. Semmiféle közpolitikai, közéleti szerepe nincs ennek a forrásnak, tehát magyarul az ő közéleti tevékenységéhez nem kötődik, hanem az azt megelőző életével kapcsolatos forrásfelhalmozásról van szó, amennyire én tudom. Híradónk az országgyűlés hivatalától megkapta Simon Gábor vagyonnyilatkozatait. Ezekben sehol nincs nyoma olyan ingatlannak vagy vagyonnak, amelynek eladásából 240 millió forintot szerezhetett volna. Hogy honnan lehet a pénz, továbbra sem tudni. Az MSZP pedig azt kéri őket, senki ne is kérdezze. Megkapják a kérdéseikre a választ, ha mondjuk Simon Gábort kérdezik, az MSZP ezt a kérdést lezárta. Kérdeznénk, de Simon Gábor nem nyilatkozik. A Fidesz szerint mindenképpen tisztázni kell, hogy honnan van a pénz. Tisztázás hiányában jogos az a feltételezés, hogy Simon Gábor erre a pénzre politikai kapcsolatai, MSZP-s elnökhelyettesi és képviselői tisztsége felhasználásával is szert tehetett. Közben az osztrák bankfelügyelet cáfolta, hogy ők hívták volna fel a magyar hatóságok figyelmét Simon Gábor számlájára. Korábban az ügyészségi szóvivő ezt mondta, most pontosított. Magyar ügyészség nyomozásának a kiinduló pontja és alapja az osztrák pénzmosás elleni szervezet, magyar pénzmosás elleni szervezethez tett bejelentése, amelyet továbbítottak a magyar ügyészségnek. De esetleg a volt feleséget meghallgatták a nyomozás kapcsán? Ennél több információt nem áll módonban. Jelenleg a nyomozás érdekeinek veszélyeztetése nélkül nyilvánosságra hozni. Sajtóinformációk szerint ugyanis a képviselő volt feleségének is köze lehet az ügy kirobbanásához. A Fidesz szerint Simon Gábornak hétfőn az Országgyűlés Mentelmi Bizottságának ülésén be kell számolnia a 100 millió eredetéről.